néhány héttel ezelőtt paradicsom és egyéb zöldségmagokat vetettem, és hála a jó Istennek és az állandó törődésnek szépen megnőttek a palánták, és most már ki is nőtték a helyüket, úgyhogy itt az ideje, hogy átültessem őket egy önöntözős ládába. Hogy ez mégis mi a fészkes fenét jelent? Mindjárt mutatom. Akik követik a vlogomat, tavaly találkozhattak egy olyan videóval, ide be is teszem, mutatom, ez az a videó, ahol egy PET palackból készítettem egy ilyen önellátó rendszert. Na most ezt szeretném továbbfejleszteni, ugyanis itt van egy csomó palánta, hogyha ezt mind ilyen PET palackba ültetném át, akkor tele lenne az egész ház ilyenekkel, úgyhogy ehelyett ebben a ládában szeretném kialakítani ezt az önöntözős rendszert, ami egyébként ugyanazon az elven fog működni, mint a PET palack, csak ilyen nagyban. A két ládát az Aldiban vásároltam, darabját 600 forintért. A lényeg, hogy olyan műanyag ládát szerezzünk be, amely így szépen egymásba csúsztatható. Mert hogy itt alul, tehát ebben a részben, ahol nem ér le a másik láda, itt fog majd kialakulni egy víztér. Először is a belső dobozba fúrjunk néhány lyukat. Szivacsról távolítsuk el a súroló felületet, és vágjuk csíkokra a szivacsot. Ezeket a szivacs csíkokat gyömöszöljük át ezeken a lukakon. Így néz ki az egyik oldalon, és ugye így a másik oldalon, gondolom már sejtitek a lényeget, hogy ezek a szivacsok fogják majd fölszívni a vizet. Alatta lesz a víztároló rész, itt fog állni a víz, és ezek a szivacsok szépen fölszívják majd a vizet, és átadják a nedvességet itt a földnek. És a hangsúly a nedvességen van, nem fog tocsogni a vízben majd ez a föld, mert az problémás, tehát azt nem szeretik a palánták, hogyha áll a gyökerük a vízben, ezáltal viszont csak nedves lesz, tökéletes közeg a palánták fejlődéséhez. Kell még egy lukat készítsünk rá az öntözéshez. Tehát itt van az alja, a víztározó, és itt van a teteje. Ide fog bekerülni a palack. Nyilván nem árt, hogyha tudunk bele vizet is önteni, úgyhogy ennek meg le kell vágni a tetejét. Ez persze bármilyen egyéb csövet is használtunk, egy PVC csövet mondjuk, vagy egy KPL csövet, de PET palacka mindenkinek van otthon. És most jöhet a föld. Annyit tegyünk bele, ami elfedi, épp csak elfedi ezeket a szivacsokat. Most jöhetnek a tőzegcserepek, ezekbe fogom ültetni a palántákat, hogy ne kelljen őket még egyszer átültetni, hanem ezzel a pohárkával együtt lehessen majd végleges helyükre tenni őket. Ebben tehát most 11 növényt fogok tudni elhelyezni. Töltsük meg a cserepek alját is földdel. Na most jöhetnek a palánták, nagyon óvatosan kell eljárnom. Próbáljuk meg mindig alulról kinyomni őket. Nem pedig kihúzni, mert akkor elszakadhatnak a gyökerek. A paradicsomot lehet nyugodtan mélyebbre ültetni, mert fog tudni hozni gyökeret a száráról is. Már csak egy dolgunk van, mielőtt föltöltjük vízzel, egy túlfolyó luk fúrása. Erre a túlfolyóra azért van szükség, hogy ne tudjuk túltölteni a víztartályt, tehát nehogy véletlenül is az legyen, hogy annyira följön a víz, hogy mégiscsak vízben állnak a gyökerei. Tehát abban a magasságban, ahol vége van a víztartálynak, ugye ezt lehet látni innen, hogy ez ennyivel magasabb, tehát egy ilyen 2 centis magasságban egy
kis lukacskát. Ki? Nézzük meg, hogy működik a rendszer. Nyilván addig kell tölteni, amíg túl folyjon el, nem kezd folyni a víz. Na most! Itt lehet látni, hogy elértük a túlfolyót. Hát ebből kifolyólag viszont azért arra ügyeljünk, hogy olyan helyen tároljuk a víztározó sládánkat, ahol nem majd egy kicsit kifolyik a víz. És hát ennek a variációit pedig elkészíthetitek ti is, lehet nagyobb ládába, lehet olyan ládában is, aminek fedele is van, így van egy kis üvegházhatás. A lényeg az, hogy ugyanezt a metódust használjátok, de mondjuk szivacs helyett lehet bármilyen egyéb olyan anyagot betenni a lukakba, ami felszívja a vizet. A dolog nem bonyolult, most már rajtatok múlik. És tudjátok, a boldogság a kertben terem. Ha tetszett a videó, akkor kérlek iratkozzál fel a YouTube csatornámra, csak egy gombnyomás és teljesen ingyenes, nem fogod megbánni.